Szervusztok, srácok! December 14-én végre megjelent a House Flipper, a szuper chilles ház felújító játék második verziója, mondhatni 5 évvel az első után. Amihez folyamatos content update jött egyébként az évek alatt. A legfőbb változtatás az első részhez képest annyi, hogy amellett, hogy van a story mód, ahol felújításokat kell eszközölnünk, az, hogy kaptunk egy sandbox módot is, tehát egy saját lakást is fel tudunk húzni. A megszokott kalapács, festőhenger és felmosó mellé kaptunk egyéb tereprendező eszközöket is, klónozó eszközöket, tehát például le lehet majd másolni egy-egy tárgynak a tulajdonságait. A sandbox módba készített létesítmények, ezt egyébként meg tudod osztani a játékba beépített mod.io rendszeren keresztül, szóval meg tudjátok egymással osztani haverokkal a lakásokat például. Story módban ugye lesznek hosszabb projektek, lesznek gyorsabb megbízások is, ami például újítás a második résszel, hogy a föld alá is mehetünk, például bunkereket, illetve pincéket lehet létrehozni, kapcsolókat húzalozni ugye a lámpákhoz, és a sandbox módnak számos eleme megjelenik amúgy a storyba is, tehát például itt, tehát a storyba az nagy valószínűséggel lesznek majd pincék. A történet mód egyébként ismerős lehet azoknak, akik az elsőt nyomták, annyi, hogy ebben már benne vannak ugye a második résznek az újításai, de hogy így nagy vonalakban ugyanaz itt is a cél, felújítani a lakást. Még egy fontos változtatás az első részhez képest, míg az első részben egy szintet az határozott meg, hogy hányszor 3 méter volt a távolság, tehát egy szint az mindenféleképpen 3 méter volt. Itt most már te határozod meg, hogy egy szint milyen magas, meddig tart. Úgyhogy ezek azok a változtatások az elsőhöz képest, amikre úgy gondoltam, hogy mindenféleképpen érdemes kitérni. Itt vannak a grafikai beállítások. Nincsen sajnos magyar nyelv alapból a játékban. Az elsőhöz volt magyar, itt sajnos nincsen. Ez egyébként a max grafika lesz, amit majd látni fogtok. Bal felül a kocka számokban pedig láthatjátok, hogy nálam hogy fut. Úgyhogy mi természetesen a story módot fogjuk nyomni, nem a sandboxot, mert hát akkor nem nagyon látnátok semmit a felújításban. Én nekem amúgy kimaradt az első rész. Na, Tamás már hív is minket. Hello there. Look who's decided to message me. Na, tessék, kaptunk is egy achievementet. So, you're interested in house flipping and you came back to good old Pinakov to find a Pinakov job like that. Térségébe vagyunk, vagy nem tudom mi ez a város. Nem mondunk semmit. Good to know, because the Driftwood House renovation you asked about is a no-go. I know you wanted jól to take part in turning it into a community center, but the town council put the whole thing on hold. First, there were some financing issues, then the ugliest house thing happened. It's a long story. Anyway, az első részben 386 órátok van. But it doesn't matter since I've got another job for you. What do you say? Na, mi lenne a meló? Just cleaning up a small house. Kis házat kell kitakarítani. Adjad. That's the spirit.
I'm sure it'll be the start of a beautiful adventure. Check your email for the details. See you around. Na, tabbal tudjuk megnézni az e-maileket. El akarják adni a kis házat, de jelenleg teljesen káoszos, és rendet kéne rakni. Na nézzük. Túl dekorálták a házat. Azt mondják easy money. Ez easy money lesz. Az első melónk easy money elvileg. 56 házat adtam el, és már több mint 1 milliárd forintom van. Az igen. A sárga felkiáltójel mutatja, hogy quest van a közelben, részletesebb quest lista a tabbal érhető el. Mindegyik questhez másféle eszköz kell, jobb klikkel hozzuk elő az eszközmenüt, oké. Ha nem tudjuk, hogy hogyan kell használni ezeket az eszközöket, akkor Bessie tud nekünk ebbe segíteni. És van Flipper Sense. Na, itt a questünk. Ja, ugye mondta, hogy nyissuk ki az ablakot, hogy engedjünk be friss levegőt. Flipper Tool, Collecting Teres. Hoppácska. Ez mi akar lenni szerintetek? Most nem értem. Ezek a felkiáltójelek szerintetek mit akarnak nekem mondani? Uh-huh. Ott mutatja, hogy miket lehet nála adni valószínűleg. Ott írja az árat is egyébként. A büdzsénk 300. Na jól van. Itt van, hogy mit kell eladjunk. Tehát azokat el kell adjuk. Meg azt is. Dobozokat is el lehet adni. Ja, és így highlightolja, hogy... Aha, például azt is el lehet adni. Ja, és akkor szobánként mutatja, hogy ebbe a szobába például mi az, amit el lehet adni. Itt van valahol egy doboz. Látjátok, hogy hol van? Sziasztok, lehet-e már tudni, hogy mennyibe fog kerülni a játék? Én nem tudom, srácok. Ott van, amúgy. Csak hát erre nem hasonlított. Jó? Érdemes amúgy azzal kezdeni, hogy így eladogatom a dolgokat, szerintetek? Ó, ezt is el lehet adni. Steamen azt írták, hogy 40 dollár. Ó! Nekem még nem volt kint az ár, csak annyi volt, hogy kívánság listára rakom. Jó. És 10 euró a deluxe, aha. Könyv az marad.
Hát ez a lakás nem kicsit van túl dekorálva. Ez marad. És ahogy látom, ez is marad. Oké. Na, hát látjátok? Ennyit. Ennyit értünk el. Szerintem mindent eladtunk, amit lehetett. Jó. Na, jöhet a következő eszköz. Fel lehet állítani a dolgokat? Meg lehet fogni, arrébb lehet rakni, aha. Aha, hát ezt, az asztalt ezt nem akarjuk. Na. Szóval ki kell dobni a kukába a szemetet. Például. És már számolja is. Na, ez is tetszik. Lehet, hogy amúgy a szemétszedéssel érdemes kezdeni, aztán majd fel kell takarítani. Ó, és így jelzi Q-val, hogy amúgy mi az, ami a szemét. Ó, nice. Aha, itt megvan a szemét. Az komoly. Már is megvagyunk ezzel? Tök jó. Itt nincs... Tehát ez a szoba készen van. Ja? Ja? mi lehet a különbség vajon? Mit tud a narancskuka kékhez képest? Sziasztok, megjelent. Kettőkor fog megjelenni, ha minden igaz. Azért is kaptunk pénzt, mert kidobtuk a szemetet. Narancssárga lesz a szelektív? Hát szerintem nem szelektívezünk. Tessék. Achievement, mert beledobtunk három, mi az, kukászsákot a kukába. Hát, egyelőre még szerintem nem szelektíven szedtük ezeket a dolgokat. Oké. Ó, és itt is írja, hogy szemetet kell szedni. De mondjuk lett volna még itt. Oké. Okay. Szerintem mindenhol meg vagyunk amúgy a szeméttel. Szevasztok, szevasztok, srácok. Jó. Na, most felmosás. Jó a játék hangja, vagy tegyem hangossá? Hangosabbra? Lassan meg lesz az első csillagunk. Tökéletes? Sok sem. Hát ez a maxi chilles játék. Ó, hogy így jelzi, hogy hol kell még takarítani. Miért bent egy mosómedve? Jó kérdés.
Vagy valaki négy kézláb közlekedett, mert hogy így ment a fürdőbe is, aztán ment a hálóba. Vagy egy óvodás csoport. Hoho! Már most elégedett a kliens a munkánkkal. És az ügyfelet ki kell elégítsük, srácok. Tehát az egy csillag az nem elég. Köszi a második hónapot, Molti. Úgy látom, a tulajdonok nem olvasták el azt a könyvet, ami a földön van. Igen, az a takarításról szól. Igen, igen. Ja, ott írja is jobb fölül amúgy, hogy még miket kell csináljunk, vagy hogy hány van összesen. Aha, hogy mi az, ami hátra maradt. Tök jó, akkor nem kell nyitogatnom a tabot. Meség. Még van valahol egy folt. Aha. Jó, és akkor az ablakkal... na menj már. Mekkora jó. Mekkora jó. Igen, igen. Most vettem észre, hogy szobánként írja a teendőket jobb felül. Hát egy még van vala. Ja, de hát azt nem is látszódott. Az kamu. Mehetek hozzátok ablakot pucolni? Hát az a helyzet most, hogy ezt megcsináltam, rejtem, hogy amúgy itthon is kéne. Szerintem a tévé az jó lesz így, nem? Bárcsak így eltöntetném a foltokat. Nálatok a porszívózni azt szeretek, azt imádok. Imádok porszívózni, srácok. Ott is van. Mosogatni azt annyira nem, de tudok mosogatni, csak nem szeretem, mert nem szeretem azt az érzést, amikor a víz az így kiáztatja az ujjaimat. És akkor utána érzem, hogy minden olyan más, más a tapintás, azt utálom. De amúgy mosogatni szeretek, mert szeretem látni azt, hogy milyen szép tiszta lesz minden, de azt az érzést viszont utálom, ami utána van. Vasalni nem nagyon vasalok. Na, még van valami feladat. Tehát valami még van, srácok. Azon kívül, hogy föl lehet állítani itt a dolgokat. Ez nem tudom, hogy mennyire számolódik egyébként hozzá. Gumikesztyűbe mosogatni? Na, olyat mi nem próbáltam amúgy. Én szeretek takarítani, meg füvet nyíli, csak olyan eszközöket kell venni, amivel jó is. Ja, persze, persze. Aha, föl lehet állítani a dolgokat, igen. Nem tudtad, hogy ez egy ilyen játék? Itt így rendet kell rakni. Ó! Tessék.
ne engedjétek ennek a játéknak a közelébe. Nem értem, miért mondta ki. Ó, látom már, hát kint van probléma. Kint van probléma. Jaja, igen, igen, itt az udvaron kellett eltávolítani a foltot. Na, kész. Kész. Hogyha még ennél is precízebbek akartok lenni, akkor nyilván lehet olyat csinálni, hogy, ezeket itt szépen felrakjátok. Hát ez nem fér ide. Tessék. Cleaning for beginners. Jó, kész. Három csillag, szerintem az első küldetést azt ne erőltessük most tovább. Igen. Kész. Első lépések, ez még csak a kezdet volt. Puha! Eléggé le van zülve ez a kecó. Á, hogy ezt most kezdted? Igen, igen, most. Mert hogy a kettő az most jelenik meg 2 órakor. És gondoltam, hogy megnézhetnénk, ha már nekem ez az első rész amúgy kimaradt. Na nézzük. És akkor pincét is meg lehet nézni? Szerintetek már most van pincénk amúgy? Ja, ez még csak az egy... Nem, ez a második rész, srácok. De 2 órakor fog megjelenni a játék. Oké, eddig lehet jönni. Ezt bele kéne rakni egy kókás zsákba. Ja, gondoltam belerakom, de hát akkor nem rakom bele. Jó van. Na, szerintetek most mit kéne csinálni, hogy tovább menjünk e-maileket olvasni, aha. Aha, na, most olyan feladatot kaptunk, hogy Tamásnak van egy barátja, aki vett egy új kecót, és ki kéne csomagolni a cuccait. Ennyi. Amúgy az Unpacking nevezetű játékot is majd meg akarom nektek mutatni, mert az is amúgy nagyon király. Közben már elérhető is már Steamen, köszi szépen az infot. Új, június hív minket. Kinyomjuk, jó? Ne hívogassál hülyeségekkel. Hi, it's June. Tom told me you are my unpacking person. I'm calling to apologize for the state of the house. I didn't expect him to act so fast, and I left quite a mess on my way out. Quite mess? Or maybe... Mm-hmm. Gosh, I feel a bit awkward to ask, but since you're already dealing with my stuff, could you also clean the house? You may need to, I'm afraid, to make space for my things. Can't believe living out of boxes finally ends. Szerintem ez egy palacsinta. Vagy? Bye. Oda végezte a dolgát a kutya. Na, tehát gyakorlatilag itt csak ki kell csomagoljunk. Hát akkor tessék. Hoppá! Tessék. Szerintem annak ott a helye.
Nagyon jó. Mi van még itt? Igen. Hopp, kész is van. Na, hát meg is oldattuk neki. Mik vannak még itt? Volondos poharak. Jó. Tessék. Tudom, hogy ez fájdalmas volt nektek látni, egyébként is én, hogy hova raktam azokat az edényeket, de ki kellett próbálni. Izé, polcokra amúgy nem futotta? Ez így egy kicsit érdekes. Miért nincsenek polcok? Valamiért eszembe jutott ez a játék két dolgot. A Whisker, a cleaning játékot, ahol nagyon brutál bűnügyi helyeket kell takarítani mindenféle maradványoktól. Azok a youtuberek, akik nyakik szutykos házakba takarítanak. Ki fúra ingyen. Ja. Szerintetek be lehet csukni? Nem. Na várjatok. Jó. Zsír. Ó, basszus, kint maradt egy. Na, várjatok. Hát, ahogy látom, ezt máshova is el lehetne amúgy rakni. Oda fogsz menni. Akkor nem. Jó, semmi gond. Nagyon jó. Jézus! Hát rossz gombot nyomok. Jó. Ez micsoda? Ez ilyen kávéfőző? És egy mikró. Amúgy nagyon tetszik ez a lakás. Oda fogjuk tenni amúgy. Na várjatok. Mi ez a sok szemét itt? Hihetetlen. Hogy odavágta, srácok, a szemetet? Hihetetlen. Nekem kell itt rendet rakni? Wow, Taki, nagyon szépen köszönöm. Köszi szépen a Humble Bundle-os támogatást. Most amúgy nagyon jó bundle-ok vannak a Humble-on. Ismétlik a legjobb bundle-jeiket. Nem fogunk minden szem... Fúj, még ide is. Nem fogunk minden szemetet felszedni. Nem kaptunk ilyen... Vagy kaptunk ilyen... Kaptunk ilyen feladatot, srácok. Oké. Ó, ezt ki kell próbálni. Jó, egy kicsit lejjebb kell célozni. Game Pass-be bekerült a játék? Szerintem nem. Ez bele fog menni, srácok. Jó, még lejjebb kell célozni? Kérte telefonon, hogy takaríts is ki? Na, azt nem figyeltem. Még lejjebb? Köszi szépen amúgy, Jörik. Köszi. Ott is van. Szóval ennyivel kell lejjebb célozni. Hoho! Kaptunk perk pointot. Ez az első.
Na, és lehet amúgy rezetálni majd. Szóval kaptunk ide egy perk pointot a személygyűjtéshez. Ezek szerint nagyobb lesz a zsákom. Srácok, nagyobb lesz a zsákom. Illetve később majd több cuccot is tudunk egyszerre felvenni. Váó, wow, és a kukával is el lehet adni a cuccokat majd. Oké. Okay. Így, tegnap B4-eztél és egész éjszaka csapattam. Na, és hogy tetszett? Képzeljétek el, ha már Diablo 4 szóba került. Kipróbáltuk ugye az eventet. A karácsonyi eventet. És hát... aki nem kezdett season-ös karaktert... annak nincs event. Amúgy ez már valami durvaság, hogy ennyi szemetet felhalmozott a csajszű. Hát igen, igen, ki kell elégíteni az ügyfeleket, de hát most nagyobb lett a zsákom, tehetek én róla. Ja, ez azt jelenti, hogy oda nem menjek be. És hátulról be lehet menni, szerintetek? Rögtön a bágolások. Nem lehet bemenni. Reméljük, hogy ez nem feladat. Most akkor ebbe a szemetesbe tettünk valamit? Boldog ügyfél nagy zsák. Na várjatok. Oké. Okay. Szóval... ezzel nem tudom, mit tudunk csinálni majd. Egyelőre kipakolok. Amúgy... fontos kérdés. Szerintetek? Júj! Júj! Azt hiszem elrontottam amúgy. Amit oda beleraktam. Aha. Igen, azt oda lehetett volna rakni. Ez szívás. Ez szívás. Nem tudom onnan kivenni. De, sikerült, jó. Azt én is utána, amikor a konyhámba bebágol a serpenyő az ajtóba, és nem tudom kinyitni. Hát ugye klasszikus. Klasszikus problémák. Na, ez így amúgy szerintem sokkal jobb lett. Jó? Na várjatok, amúgy itt maradt még egy... francba. Nem esünk kétségben. Oké. Okay. Hát befért igazából, úgyhogy jó. Ízlésesen ezt így fogjuk ide tenni, srácok, bár amúgy nem jó. Hát... mert hogy az ajtó az pont, hogy balra nyílik. Tök jó lenne, hogyha jobbra nyílós lenne. Jó. Ezt ide fogjuk tenni. Átlósan. Így.
Nem is mond hülyeséget, Neutron Star. Amúgy, ennek nem tudom, hogy hol lesz a kapcsolója. De nekem ez így nem tetszik itt, úgyhogy én ezt amúgy ide tenném. És akkor ott el lehet intézni a kávékat, meg ilyenek. Biztos van ott valahonnan. Áram, tessék. Hát most mondjátok, hogy nem lett jó. Hoppá. Amúgy a költöztető cégnek a neve Move. Ez hova a fenébe megy? Látom már. Ez ide jön a polcra. Hát ez nem tudom milyen könyv lehet. Könyv. Megkapod a könyvet ide az asztalodra. Tessék. És lehet úgy is rakni, hogy nem snappel, mennyire király már. Így snappel, ha megnyomom az R-t, így pedig bárhova tudom tenni. Mondjuk nyilván azt akarom, hogy snappeljen, de... Húj! Na szóval épp azt akartam mondani nektek, hogy nem tetszik a sorrend. Ezt a pontos dosszi elhelyezési technológiát muszáj jól lerakni, srácok. Hát ez amúgy sok mindent megmagyaráz. Na és akkor még van egy doboz valahol. Itt. Ja, várjál, akkor mégsem. Mert az egy doboz itt van valahol. Ja, az asztalon. Ez mi? Ja, ezt ide kell neki tenni, tessék. Tessék. Csak hogy tudjátok, hogy ezek a dolgok jöttek. Ezekhez én nem nyúltam, mármint úgy, hogy értitek. Ez nem jó, nem jó ez a játék, hát miért nem lehet rárakni? Oda se engedi, hihetetlen. Jól van. Srácok, itt most megvan minden. Nézzük. Szerintem a gyertyát azt ide szokták tenni, nem? Ide így. És az órát pedig ide, oda. Jaj. Na jó, viccen kívül, hova tegyük az órát? Oda, ott jó lesz. Az komoly, ez hogy férte el ebbe? Na, ez így pont jó, így nem lehet majd látni.
Istenem, hát ezt még nem lehet berakni a szekrénybe. Hát komolyan. Miért nem megy ez bele a szekrénybe? Ja, mert hogy túl távolra néztem az egeremmel. Oké, megvan. Hát biztos nem a hálóba akarja itt tárolni a bőröngyét, de hát most én ezt egyelőre odaraktam. Még egy kép. Jó, akkor igazából a képek szerintem jobb helyen lennének itt. Szekrény tetejére a bőrönd. Amúgy, srácok. Ebből is látszik, hogy nektek van bőröndetek. Másik irányba nem lehet elforgatni vajon? Hát igen, biztos, hogy V. Zsír. Nagyon jó. Szerintem nagyon jó lett így. Jó volt a tipp, köszi szépen. Nekem is a gardrób szekrény tetején van. Mi levittük vidékre. A garázsba. Na várjál, ezt még ki kell találjuk, hogy ezt hova tegyük. Hát állítva én se tenném oda, azért is nem értettem, hogy miért nem lehet fektetni, de a V-vel sikerült. Our modest fellowship expands. Praise the sub. Multi, köszi szépen az ajándékot. Na jó, az van, srácok, az van, hogy ez itt nem tetszik. Kicsit belelóg a falba a bőrönd. Jó. Arrébb rakjuk. Na. És így? Tök jól mutat a kép ott. Az órát se raknám a hálóba úgy aludni, hogy ketyeg. Pedig biztos jól lehet úgy aludni. Tessék. Igen, hát ott van egy villanykapcsoló, szóval hát oda benyúltak mögé valószínűleg. Na. Ez mi? Ez ilyen telefontartó? Ja nem, ez ilyen könyvtartó. Nice. Mekkora királyság. Nem jó. Oké. Hoppá. Azt akartam kérdezni, hogy hol és hogyan preferálod a kapcsolattartást? E-mail cím alul működik? Csak a WhatsAppon. Hú, ez nagyon dekor, ez a bálna. Hú, ez aztán most nagyon jó nekünk. Hát ez nagyon jó lett. Hát, hogyha ezt ő így szereti. Jó, szerintem értékelni fogja egyébként. Értékelni fogja, hogy a gyertyát ott oda raktuk.
ha ez egy... Ez a való élet lenne, srácok, az oda felmenne, csak mondom. Érdekes. Jó, ágy alá se tudjuk belerakni. Jó, akkor ez biztos nagyon fontos ez a bőrönd. Elfér itt. Mit szóltok? Jó. Jó. Na, hát ez így szerintem jó lett. Kész? Kész. Kész? Kész. Ujjjjj. Ujjjjj. Na, ez nem jó. Srácok, ez micsoda? De így nem is lehet... Így nem is lehet kipakolni, srácok. Hú, a rózsaszint fogjuk használni. Tessék. De csak mert írtó rendes. Ja! De ez miért van itt? Egyébként is. Tessék, berakom oda a fogkefédet. Szerintetek szóljunk érte, hogy nem működik a tükrem? Zöld WC papír. Nem tudom, miért nem tudom ezt sorba rakni, tehát hogy egyszerűen nem megy oda. Ez teljesen más, hogy illeszkedik. Igen, ez már a második rész, igen. De fura, ez tök más, hogy... De érdekes. Ja, de nem. Ó, tényleg. Köszi szépen, a forgatás segített. A forgatás volt a megoldás. Jesus, mekkora, hát az ott nem, ez így nem jó. Várjátok. Ez a nagyítót is fel kéne, jújjúj, ez a nagyítót is fel kéne venni. Ez a görgetés, ez nagyon jó tax volt. Na! Igen, ráálltam. Ráálltam, srácok. Na, hát ugye mennyivel jobb. Na és azt mondja, hogy még van itt nekünk feladatunk. Itt feltakarítani annyi? Miért kell ennyi pipere, cucc? Én nem tudom.
Nekem van egy tusfürdöm, egy hajsamponom, és ennyi. Ja, hát nyilván fogkefém meg... fogkrémem is van. Kész. Várjatok, valami még nem jó. De mi nem jó szerintetek? Nem kaptam meg a harmadik csillagot. A szemét lát? Nem lehet, hogy amúgy ide kéne bemenni, csak nem tudok? Aha. Ez volt itt a gond, srácok. Szakálfésű. Mint szakálfésűm, srácok. Oké, meg vagyunk. Na basszus. Jól megtrollkodjuk őket. Na, hát ez most már működik. Mivel fésülöm a szakállam? Semmivel. Én nem fésülöm a szakállam, srácok. Arra nincs trófa, hogy milyen messziről dobod a szemetet? Nem, lehetne amúgy. Lehetne. Hát itt még amúgy lehetne itt rendet rakni, srácok, de ez így jó. Ez így jó. Amúgy ez az elrendezés tetszik. Jó, amúgy ez zavar itt, tessék. Menjünk tovább. Üdv mindenkinek közben, hali-hali. Na. Elköltözött a szobatársa. A tesón fog oda költözni, de szörnyű állapotban a hálószoba. Nem hagyná, hogy így költözön oda, úgyhogy mennünk kell takarítani. Mert... Az igen. Mi, villanyt mikor szerelünk? Szerintem majd később. Hát jelenleg ugye ilyen béna izénk van. Később ez majd jobb lesz. Tehát például lesz majd vastag a festőenger is. Ugye festést még nem is csináltunk. Pedig hát aztán itt olyan feladatok is vannak. Halló, nem akar engem lakótársnak, ugye? Rohadt jó. Hát ez milyen menő már, basszus. Így oda beparkolsz fölül, meg ott vagy. Menj már. Jesus! Én akarok egy ilyen házat, srácok. Az egyik ház az lehetne ilyen. Ez rohadt jó. Ti is akartok egy ilyet? Hát ez mennyire jó már. Ja, lépcsősnek lépcsős. Majd amikor idősek leszünk, srácok, ide teszünk a végére ilyen felvonót. Úúú, de jó még ez is, ahogy meg van csinálva.
Szóval de csinálunk egy felvonót itt, és akkor kész. Aha. Szerintetek egyszerűbb lenne először összeszedni a szemetet? Itt még van szemét? Nincs. Nem az, hogy újságok meg gumiabroncsok közé parkolva? Nem látod, nem zavarja. Jújúj! Jézus! Nem érdekel. Éppen... 83 kukázandó cucc. Stoptába! Eltűnt a mikrója. Says he has no idea what happened to it, but I have my suspicions. So, micsoda setup in his room. Could you move it to the kitchen? Though I wouldn't be surprised if he sold it or something. Itt van a mikro, amiről beszélt. I think that's all I have to say. Good luck with the job. Köszi. Jó, a szemét fele meg... Jézusom, hát ez undi. És még csak most állt be a kuka. Na nézzük. Ott is van. Szevasz, poszó. Na! Kaptunk egy perkáltát. Flipper skill. Ó! A flipper sense tovább tart. Nice! És amúgy van atléta skill is, tehát hogy ha megfogunk egy mosógépet, akkor gyorsabban tudjuk vinni. Elvileg még van három szemét valahol. Jó. És még mindig van. Igazából ezeket a cuccokat eladjuk. Ez nem szemét volt, ahogy látom. Tessék. Három trash. Ó, megvan. Az jó skill, bárcsak nekem is lett volna olyan, amikor a negyedikre költöztünk lift nélkül. Nézd a jó oldalát. Nem a nyolcadikra kellett költözni lift nélkül. Adjuk a papucsát is. Jó. Mi? Ó! Ó! Szóval, hogy sell. Na hát ugye, amit selleltem, azért nem kaptam pénzt, mert hogy a kukába raktam. Fontos hír, srácok. Fontos info. Na hát amúgy a szőnyeget eladtuk koszosan. Van itt egy papucs, amit még el kéne adni. Itt nincs semmi.
Mi? Ott, ott mi van? Ja, fel kell majd takarítani, oké. Stop táblát is eladjuk. A PC-t is el kellett adni. Hol lehet az a papucs? Ó, megvan. Eladjuk az ő PC-jét is, mit szóltok. Jó, az a szekrény. Na. Mizu pocó. Na, meg kell néznünk a pörköltet. Cleaning spray. Gyorsabban, gyorsabban le tudjuk takarítani. Nice. Kirakjuk, mit szóltok. RL spray. Azt nézzétek. Nagyon jó. Fúj. És ez még csak most tűnt fel. Let's go ablak, let's go. Tetszik ez a rész is? Na. Yeah. Miért akarsz UV-lámpát? Ez nem bűnügyi helyszín. Milyen már ezért csak belül koszosak az ablak? Persze, mert kívül a... Kívül az eső lemossa. Az, az a helyzet. És van még valahol egy folt. Na. Ez a szoba kész van. Ez a szoba is kész van. Jó, még van valami. Ja, persze, a garázsban. Igen, az vérfolt volt. Kész. Jó. Én azért eladom ezt a... Nem lehet eladni. Hopp. Tessék. De jó. És ugye a lépcső alá van ez mind megcsinálva. De jó. De jó. Nagyon tetszik. Nagyon tetszik ez, srácok.
boiler adó, épp azt néztem, hogy azt amúgy le lehet emelni ott. Ú, és még lámpát is lehet kapcsolni. Jó, felkapcsolom neki a kinti lámpát. Na, ez kész van, lezárjuk a szemetest. Meg ezt felállítjuk neki. Pillanat. Kész. Basszus, tényleg a mikro. A mikro. Szaftos töltött káposzta a mikro, tényleg. Hát azt elfelejtettem, pedig volt a mikro is. Shit. Basszus. Na, tehát a pincét kell takarítani. El fogja adni a kecót, úgyhogy ki kell takarítani. Vannak dolgok, amiket el lehet adni. Már intézem is. Elvileg itt van két szék. Aha. De csúnyám. Van itt szemét is még. Újjúj, ez most egy nagyobb projekt lesz, srácok. Én a pénz bizony. Drop van a játékhoz? Igen? És milyen drop van a játékhoz? Mit lehet szerezni? WC? Az valóban a WC. Idegesít. Hát még akkor is, hogyha beállítom, hogy ne snappeljen, akkor se lehet oda rakni. Amúgy ezt... Ez hova kéne amúgy? Ez hova kéne rakni szerintetek? Mert az ajtóra például nem engedi. Jó, van kell a fenének, el lehet adni. El. Az igen, a hangszóró a WC-ben. Nem is rossz. Nem is rossz. Matricák, Twitch, Szív, meg Banhammer. Hú, és akkor azzal lehet dekorálni a házat?
Na. Mozartot hallgat kábelezés közben. Jó. Az igen. Két WC is van itt a lakásban. Első heti kedvezmény miatt 33,74 euró most. Na, takarítunk, srácok, meg szemetet szedünk. Kenyérpirító volt a fürdőkád mellett, komolyan. És mutatja, hogy ha nyomok egy jobb klikket, akkor látom, hogy mi maradt még ebbe a szobába, még miket kéne csinálni. Ha megvan a House Flipper 1, akkor 32,05. Aha. Ja. Nem értettem, hogy miért nem tudom ide rakni. Mert ugye jobban ki van nyitva. Anno dolgoztam a Rózsadomban egy villába, ahol 5.1-et, meg 2.1-et húztunk be kábeleket, a WC-be csak sztereó volt, a gyerekszoba meg 7.1. Na. Nagyon durva takarítók leszünk, srácok. Kiegyeznék, ha a beázás ennyivel elmúlna. Na, az első csillagunk már meg is van egyébként. Autót, mata, rongyot, hol kell venni? Elon Musk árulja.
jó nagy ablak lehessen takarítani. Ugyan megcsinál, vagy nem kell 100%-ig takarítani, hogy ne kelljen keresgetni az utolsó pár százalékot egyébként. Sírhatnék, ott van. Ennyire jó ez a játék. Ezek a pöttyök, ezek mik lehetnek? De porszívó kell, vagy ez most mi? Nice! Ezek bogarak lennének? Tök jó, van porszívom. Egérkaksi? Na jól, tehát az előző helyről a port, nem, első, az ott maradt. Ahhoz nekem nincs közöm. Fiberwash-t ajánlod? Ja, az is hasonlóan csiles gamesz, igen. Hát ez micsoda? Milyen ennek a lába, hogy ilyen nehezen lehet takarítani? Miben lépett bele? Cementbe? Jó. Bebetonozta a lábnyom, hát én nem tudom, mit csinálhatod. Nagyon jó. Twitch szabályváltoztást, sokat láttad? Meta lesz a plusz 18-as stream. Ja, hallottam. Csöcs Twitch. Szevasz, Mikó. Na. Azt nézzétek, hogy nyomom. Na, vajon hol kell még... bármit is csinálni. Valaki, aki ezt a játékot szereti a való életben, is tip-top a lakása? Nekem nem tip-top a lakás, de attól függetlenül még szeretek takarítani. Szerintetek mi az, ami kimaradt?
úgy van, hogy jelzi elvileg felkiáltó jellel. Kint a teraszon. Ó, köszi szépen, valóban. Köszi szépen, lopakodó delfin. A streamed óta kipróbálta a Fortiba a vezetést és a fesztivált, hát közel se sikerült olyan jól, mint neked. Zenébe 50%-os, tehát kocsival akár 10-szer futottam neki ugyanannak a tutorialrésznek. Legyen Jazz Dance, figyelj erre, azt tudom mondani, hogy a rutin és az évek. Kész. Porszívózás kezdőknek. Ja, hogy ezek azért vannak itt. Aha. Aha. Ja, adjak címet meg kulcsot, ilyet, ilyet. De lehet, hogy jobban ki lesz pucolva, mint szeretném. Kukázós, ohó, srácok, nem is figyeltem, hogy a flipper túl is fejlődött. Duplikálni lehet itemeket. Aha. Bútor sem marad. Jó, na, mert a kövi, már van 12 000 pénzünk. Az micsoda? Crayfish Coast. Megcsináljuk az utolsó ilyet, ami itt van. I have a new quest for you. Az elfeledett kazamatát át kéne alakítani hálókör letté. Uh-huh. Jó, mehet. Tehát, hogy ez mehet. Na és itt, már itt is rendet kell rakni, hihetetlen. Mi most, nem dobtam ki az előző helyen a szemetet? Mi volt a neve a külvárosi kerületnek? Valami Rákos. Szevasz, Connor. Üdv mindenkinek, srácok, hali-hali. Az micsoda? Ez valami interaktív izé? Ja, várjál, mert ez egy térkép, hát ők tényleg izé D&D-znek. Akkor azért fogalmazott így. Mindenhol véres a padló, srácok. Engem hívnak, hogy eltüntessem itt a nyomokat. Ja, és itt még ki is kell, majd pakoljunk. Jézusom! Uh-huh.
Jó. Vajon hova tűntek az előző tulajok? Azt már senki se tudja, Isten. Na. Látok, valami fejlődött, úgyhogy azt mindjárt megnézzük. Most zsákoltuk be. Jaj. Na, ez kell nekünk érték legyen, amit a kukába teszünk. Na, ez pedig, hogy duplikáljunk a flipper tool-lal. Jó. Igen, itt most kifejezetten sok lesz a munkám. Igazából lehet, hogy eladni kéne. Várjunk csak. És akkor jobban hozzáférünk a cuccokhoz. Hoppá. Nézd ki, hogy mindenki hazavisz magával egy ilyen táblát. Még van egy valami, amit el kéne adni, de nem látom. A jó, a foci labda. Szerintetek fönt van valami, amit el kéne adni? Szemét. Marad szemét? Ó! Oh. Na és itt még mit kell csinálni? Takarítani? Jó. Ezt pikpak megcsináljuk. Nagyon jó. Ezt nem lehet így itt hagyni, srácok. Tessék. Az ott szuper szép. Ugye meg lesz az első csillag. A dákókat, azokat szerintetek ide kell tenni? Hát én megmondom őszintén, bíztam a játékba, hogy ezt be fogjuk tudni tenni az összes golyót, de szerintem ezt el kell engedjük. Jó van az úgy, és oda be tudjuk tenni? Az mondjuk durva. Jaj, na. Tessék, a golyókat feltesszük azért az asztalra. Golyókat az asztalra, srácok.
Kim milyen jó vagy rossz excelet kapott a lakás mellé, amikor lakásházat vett? Hát mi azt kaptuk. 4 éve. A vadonatúj lakáshoz. Amit akkor építettek, hogy a munkások, a takarítók pontosabban, azok a mi lakásunkba aludtak a földön, és használták a vécénket. Szóval nem volt meg az, hogy ez most egy vadonatúj lenne. És amikor jöttünk, hogy megnézzük, hogy milyen lett, mielőtt még átvesszük, itt feküdtek a földön. 4-5-en. Mit csináld ott a WC kafével vajon? Hát az lehervasztó volt, igen. Na. Úgy néz ki, hogy sikerült feltakarítanunk, most már csak ki kell csomagoljunk. Na, ott van még egy golyász. Strong Hall. Hát a társasok, megjöttek a társasok. Egy PSP. Az építető hibája, kellett volna nekik szállást biztosítani, ha már alkalmazza őket. Aha. Ó, várjátok csak ezt ide. Hát úgy gondolta, hogy ez lesz a jó megoldás. Én nem tudom, hogy a kis robot az fölülre menjen, vagy hogy legyen ez megoldva. A könyvek azok biztosan ide fognak menni. Na várjál, hát ez játék. Vagy szerintetek ezt ott szeretnék nézni? Hát én nem tudom. Ez nem tudom, mi lát. Kraken FS7-re.
Ez Final Fantasy lesz, srácok. Ez Final Fantasy. Hát, hogy ez mi? Deadly Fist Fight. Ez akkor Mortal Kombat lesz? Nem tudom. Hát ez nem tudom mi. Na jó, most untam meg, srácok. Jó. Company of Champions. Na jó. Akkor viszont, hogyha ez ilyen. Tessék. Gondoltam, hogy itt egy tévé lesz. Check. Ez micsoda? Várj, ez egy Xbox, nem? Ez így az Xboxra akar hasonlítani, nem, srácok? Amúgy én oda beraktam volna, de hát nem engedte a játék. Xbox 200, 2040. Igen. Nagyon jó. Kész is vagyunk? Viszlát. Kész van. Pinakov Suburb kész. Úgyhogy most jön ilyet a Crayfish Coast. Kávézó kell a könyvesboltjához. Új bútorok, illetve le kell festeni a falat.
Az igen, a hűtő. Milyen rozsdás ez a hűtő? Nagyon durva. Még van valahol egy szemét, srácok. Sziasztok, eddig milyen a játék? Az előző részt nagyon szeretem, ez is hozza a hangulatot. Nekem kimaradt az előző game, az a helyzet. Ó, megvan. De a sandbox mód az, ami igazán hozzáad ehhez a játékélményhez. Amint a második részhez. Szerintem. Na basszus, ez kimaradt. Ja, mondjuk ide nem is kell jönni. Jöttek új eszközök is, például lehet elvileg húzalozni a kapcsolókhoz a lámpát, elvileg, ha jól értettem. Illetve a szintek meghatározása az most már nem az, hogy 3 méterenként van a egy szint, hanem hogy te határozod meg, hogy milyen magas legyen. Ó! De jó! Itt majd kell festeni. Nem, még nem ez kell nekünk. Ott van Edit Wiring. Nézzétek csak! Mutatja, hogy ez a lámpa kapcsoló, ez mit kapcsoljon. És akkor rá lehet kötni, hogy mondjuk kapcsolja azt is. Demóval játszottam, az alapján bejött, talán meg is veszem a jövő héten, megjön az új gépem, egy egészen új, nyílik, új világ nyílik meg majd előtte. Hát a Sandbox-al mindenféleképp, úgyhogy az biztos, hogy sok House Slipper fannak sokat hozzá fog tenni. Lassan eltűnnek a foltok. (Kül)
három napja nyomozok 4 pár kábelt, merre megy a házba. Vannak ilyen easy eszközök erre, nem? Amivel ezt meg lehet nézni. Igen, az ütvelfúró lesz az, igen. Nice! Ez nagyon tetszik, ez a megoldás, ez a csúszóhajtó. Nincs semmi. Jó, csináljunk meg a porszívózást. Igen, ez ilyen felső sínre akasztott olajtó, igen. Én sem mondhattam volna ezt a szebben. Eladtuk az ágat. Na jó. Szóval, ide vásárolni... Ja, itt még el kell adni dolgokat. Ja. A rozsdás hűtőt is. Ó! Aha. Hogy ezt így be lehet állítani, hogy pontosan miért szeretnék azt a rohadt. Jó, ez marad nekünk az alap. Eladjuk. Jó, és akkor mi az, ami még kell? Még egy kell. Oké. Székből 6. Na, a játszóház azért nem tudjuk, hogy hol lesz, de lesz ilyen is, srácok. Egyelőre ide berakom a sarokba. Ez nem tudom mi. Jezernika. Ez gőzöm sincs, hogy micsoda. Ez mi? Amúgy. Inta. Ó. Mhm.
Mhm. Jó. Jó. Aha, és ezzel lassan mozgunk. Hülye növény. Kész. Ó, értem. Hát, ha este nem is Epic játszi lesz, de lesz, lesz stream. Köszi szépen! Adri hazaérte? Persze. Szívecskést lesz. Piros szívecskés. Nagyon jó. Vannak ilyen presetek? Basszus. Jó van az, adjál hatot. Vagy mi négyet. Ez így jó lett. Ez így szerintem jó. Na. És akkor itt is ki kell pakolni.
Húha. Azt a croissant most megedném amúgy onnan. Na. Ez mi? Na, game breaking bug, srácok. Szóval, kell nekünk kettő asztal. Alligátor bőrből. Na ez. Na ez. Na ez. Na ez mennyire fucsos. Srácok, ez a helyi különlegesség. Hé, az fekete legyen, jó? Na! Óhóhó! És aligátor bőr terítő van az asztalon, csak mondom amúgy. Ennyire fancy ez a hely. Hát igen. Igen. Azt mondja, hogy aligátorbőr szék nem lehet. Nagyon gáz. Nagyon gáz.
És akkor kell nekünk egy kávézós asztal. Ilyen farostból készülő, igen. Na ez. És világos, az jó lesz. Ja, nem lehet oda leülni. Tessék. Amúgy nem jó az a helyelosztás, az a helyzet. Így lesz. Nem, ez se tetszik. Hát szerintem ők ott el fognak férni. Bár ha nagyon kedves akarok lenni, akkor ezt arrébb lehet rakni. A dohányzó asztal lehetne márványból? Na, hát ez mennyivel jobb lett. Jaj. Jó. Szerencsére itt is van aligátorbőr. Júj! Júj! Igen, rá kéne egy Gucci. Jaj. Jó. Meg vagyunk ezzel a résszel. Na most jött a festés. Itt mi a különbség? Stucco és a Venetian Plaster. Mi a különbség? Annyira gyönyörű, hogy már sírtok? Ivel egy se rendeztetném be a háza, de most mi a baj ezzel az aligátorbőrrel? Szerintem nagyon menő. Ez a festés, ez nagyon jó. Az mi volt? Ott megszaladt egy kicsit. Igazából a játék nem szól be, hogyha másképp festek. Úgyhogy
Kíváncsi voltam, hogy mit enged a játék. Hát, tökéletes lett. Emlékszem az első részben, amikor megjelent, olyan jó volt a magyarítás, mint a fazmofóbiának. Komolyan? Akkor lehet, hogy azért nincs magyarítás a második részben, mert hogy az ilyen community által készített volt. Ennyi. Hát akkor ezt viszem magammal. Hát nehogy már. Hát, ő kérte, hogy kicsomagolják. Szerintetek a gyertya az mennyire lesz jó itt a kemencén? Hát a másik is. Ó, hát nagyon sok gyertyája van. Jó, ezt akkor sorba rakjuk már. Nem lehet oda rakni, ahova én akarom, nem baj, jó az így. Na. Szerintem ezt oda akarta, amúgy ő. Nagyon jó. Persze, jól van ez így. Most ezt amúgy biztos nem így. Ja. Jújj. Hát ez nem jó, srácok, vettem véletlen még egyet. De ez most mi? Ja, látom már. Arany, na az. És az alapja is legyen arany.
Pedig az ott tök jól állna. Jó. Ne haragudj a hülye kérdésem, mikor lesz fent a VOD, megnézném újra. Hát ez... Ez... Késő este lesz fent. Mi? Szegény növény halára? De hát kap fényt. Jól van, na? Arrébb rakjuk akkor. Kísérleteztem itt, hogy mit lehetne kihozni. Na. Jó, nem jó. Fogja locsolni? Néha kinyitják majd az ablakot, és akkor beesik. Hopp! Na tessék! Ez nagyon tetszik. Nagyon tetszik ez a szín. Jó? Srácok, tudjátok, hogy most milyen aligátorbőr. Igen, fekete. Uff. Hova tűnt? meglett az aligátor bőr. Faroston van az aligátor bőr. Jó, most, hogy már nagyjából látjuk, hogy miket kell lepakolni, most már el is rendezzük a dolgot. Tehát például tuti biztos, hogy ennek itt jobban örülnének. Ennek az asztalnak pedig itt. Na basszus. Szerintem a gyerek asztal az oda kell.
ez sehogy nem illik a képbe. Na, ez nem kirakodó vásár, csak próbálom. Próbálom megérteni, hogy ezt, itt mégis mi lehet a koncepció. Hát az hülyeség lenne ott. Jó, talán ez itt megállja a helyét. De ez... Na, szerintem az van, feljössz, a gyerek az itt ül az asztalnál. Csak túl magas ez a... Ez a rész. Az meg túl meleg lesz amúgy a virágnak. Na ez. Az amúgy pont nem jó. Fú. Hát közelebb kell ülni. Vagy. Na várjál. Mi a lényeg a játéknak? Hát az, hogy berendezd a lakást, és rendet rakj. Jó. Fú, hát ez nagyon jó. Na, azért ez már így takarosabb egy kicsit. Hát ott belelóg majd. Ide csak az ül be, aki... Ide valamit lepakolnak majd, srácok. Oda a hátizsákot rakják, és akkor úgy olvasnak itt. De hogy ott azt nem fognak végülni. Na. Nem lesz farostágy, srácok. Oroszlán, vagy mi az, krokodil párna nem lehet. Hát ez elég szomorú. Majd most természetesen. mi más lenne, srácok? Hogy lehet innen visszamenni amúgy? Hogy én akarom tovább szerkeszteni itt a... Tehát, hogy itt most a Change Style-en miért maradtunk itt? Hogy a back-re rá kell nyomni. Mhm. Jó, ez nem lesz fekete, jó? Vagy legyen? Legyen, mert szedbe vannak. Milyen menő lett, srácok. Na, kész is vagyunk, mehet tovább. Sobba már kapható az Alligator merch? Ho-ho! Hm.
Megtanulhatunk ezért összerakni bútorokat. After party, aftermath. A Meowing Stones koncertet ad a garázsomban. El tudod képzelni? Ja, hogy az előző hétvégén. Nem számított azzal, hogy a koncert utáni takarítás az kemény lesz. Jó. Tehát egy koncert után kell rendet rakni. Büdzsém az 10 000-en van. Na várjatok. Ha büdzsé 10 000-en van, akkor most venni kéne dolgokat, hogyha lehet. Szevasz, Connor. Előszobafestést mennyire vállalok? Hi, love here. The future owner of the best dance club in Pinnacove. So you're so busy with the game, you can't even answer the phone? Don't worry, I gotcha. I've seen the house, and I gotta tell you, I'm so glad I don't have to deal with it myself. But that's not why I'm calling you. My roommate Kate, you know the one who took care of all the delicate stuff, asked me to ask you not to touch stuff in her room. It's not like we don't trust you or something. It's just that Kate is like a super private person, and she likes to have everything in her own way. But if you felt like cleaning up my room, be my guest. It will be nice to have it organized for a change. Maybe I'll even manage to keep it that way for a few days. So, our rooms are upstairs. The left one is mine, and the right one is Kate's. The bathroom in the middle needs some love too, by the way. It was hit hard by the party spirit. I think that's all. Have a wonderful day. Bye. Bal az övé, jobb azé, akihez nem szabad bemenni, ha jól értem. Tegnap ennyi aligátortből szedtél össze, hogy ma már csak ez? Igen, igen. Hát na, megteltem. Hoppá! Egy Nokia 3310-es. Még elvileg van egy szemét valahol, de nem látom. Hogy azokat el kellett volna amúgy adni. Igazából. Megvan.
De vajon miért piros a cipő talpa? Ezek a srácok festékbe járkáltak? Tehát a balba bemehetünk. A jobba viszont nem. Jól értettem, srácok? Oda néz. Oda néz. Mekkora jó. Érdekes. Ja, ott van. Igen, a szkenner és zizegett. Pip, 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 pip. Itt jártak a gyerekeid. Elvileg 6 cuccot kell innen eladni. Ó. Azt nézzétek, hát stílus lehet másolni. Best. Na, srácok. Gyorsan nyomunk még egy porszívózást. Érdekes.
Nem tudom, az előbb miért nem tudtunk 10 000 fölé menni amúgy. Ó, be lehet rakni alá. Ú, de jó. Ú, ez nagyon, nagyon kielégítő, srácok. Ugye ez az, hogy gyorsabban haladunk, ez pedig az, hogy nagyobb területet tudunk lefújni. Aztán pedig, hogy gyorsabban tudjuk majd használni. Hú, milyen gyorsak lettünk. Ez utalás a God of War-ra. Miért kell lefújni? Mert akkor gyorsabban takarít. Csak ugye így lassabb, tehát így pikpak eltűnik. Azért aggodalomra ad okot, hogy ezt jobban élem, mint a tegnapi Diablót. Nem, a tegnapi Diablo nagyon jó volt a végére.
Jó. Ha ez befér oda, akkor ezt fogjuk amúgy oda tenni. Nagyon jó. Szerintem ez így sokkal nagyobb teret ad. Nem lehet átállítani a csatornát. Mondjuk tetszik, hogy még a hangerőt is be lehet állítani. És mi lehet a details amúgy ezen? Ja, várjál, mert ez falra megy. Ja? Hallottam valami hangot. De nem kalács volt. Ne szívass már, lehet. Ja, mennyit van az ablak, azt azért hallok hangokat. Jó, hát ez így béna. Amúgy. Ez mennyire lehet kényelmes?
semennyire. Jó. Nagyon jó. Nagyon jó. Nagyon jó. Jaj, nagyon jó. Ez az egyet, ez már nehéz így tovább tolni. Na, van kárpit is szerencsére. Poplin, az jó lesz. Ja, hogy ez a szélén van, vagy ez hol van. Jó. Jó. Vége, tessék. Zebrás lesz akkor. Jaj. Jó. Uff. Micsoda békás szobor.
Ott van a kis békás szobor, vagy ez még capybara? Amúgy lehet egy capybara. Ez inkább capybara, mint sem béka. Na, elvileg itt meg vagyunk ebbe a szobában, ahogy itt is. Üdösszob... Ujj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 
Meg is vagyunk. Zsír. Azt amúgy kapok valamit azért, mert nem mentem be a másik szobába. Tehát egy órónát nekem, csak tökre messze van. Na, mert hol van? Ajaj, megrongálódott a fal a nappaliba. Wetlands-re kell sétálni és áthajózni. Aha, Barentsbe úgy is kell menni, vagy hova. Csak így ide fel lehet rakni. Wow! Ez megállja így a helyét. Hát egy kicsit átrendeztük neki. Köszi az infót. Onyx. Wow! Nagyon tetszik amúgy ez az elrendezés. Újjúj. Átázott neki itt a fürdőszoba egy kicsit. Fortiba egyre jobban csorog be a karácsony, na hogy.
Szerintetek ez... Ezt hogy kéne használni? Vagy itt van a leírás? Nem tudom. Jó az. De te meg nem vágom, hogy ezzel most mit kéne csinálni. Szerintetek mit kell csinálni ezzel? Jó, csak hogy kell használni? Ó! Szia, Dettém! Üdv mindenkinek, srácok! Persze van, amikor a Day Before folytatás. Hát... Lehet. Ugye, soha nem mondtad soha. Én egyelőre refundoltam. Hát nálam azt tette be, hogy bezárták a
stúdiót pár napra rá. Aztán ilyen állapotba adták ki. Mert tudták, hogy rossz lesz. Igazából annyi. Az meg már csak haba tortán, hogy amúgy valójában be se zárták. Csak átnevezték magukat. Hát azért mondom, hogy soha nem mondta, hogy soha Scott, mert lehet, hogy 5 év múlva kiadják a Day Before-t mások. Az jó lehet. Kevesebb festéket használ, aha. Hát, hogy mennyivel többet tudom úgy lefesteni. Very big. Na. Srácok, elértük az egy csillagot. Á, most már látom, hogy mit akarnak. Tetszik a tapéta mintám. Hát ez nem.
alligator bird szeretnétek, jól van. Tessék. Hát engem nem kell kétszer kérlelni. Na, ez is megvan, srácok. Jönnek a droppok? Jaj. Na most egy képkeretet fogunk összerakni. Ja, hogy felrakni. Srácok. Ez volt az előző House Flipperbe is. Perfekt. Csak mondom amúgy, hogy perfekt. Hopp! Ja, és egy perc alatt kellett megcsinálni. Hoho! Jó, ez amúgy mekkora jó már. Hát ne viccelj. Most olcsóbbak lesznek a képkeretek? Még valami összeszerelést. Valami összeszerelést tanulhatnék még. Azt csiripelik a kismadarak, hogy Pinakovba nagyon jó vagy. Látták, hogy mit csináltunk Jane-éknél, és le vannak nyűgözve. Nagyon különleges ízlése van az egyik ügyfelüknek. First proper house flip. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Srácok, hát ez ofos. Nagyon ofos ez a kecó. Valószínűleg ez az utolsó melónk. Így ma. Jós, eladtam ezt a fát is. Büdzsé az egekben, igen.
Szia, Szilvi, hogy tetszik eddig a játék? Iszonyat chillás. Nagyon király. Szerintem. Ez az összeszerelős rész, amikor egy képkeretet kellett az előbb összeszerelnünk, az nagyon jó volt. Nem gondoltam, hogy még ilyen is lesz. Még nagyobb lehet a zsákom, illetve még nagyobb területről tudunk. Én azt mondom, hogy még nagyobb területről tudjunk szemetet szedni. Az egyetlen kijátszottad? Hát ugye a nagy újdonság, ami jött ebbe, az az, hogy van benne sandbox mód, azaz te magad fel tudsz húzni egy házat. Ez ilyen vallásos, hogyha egy házakat? Nem. Több házat is fel lehet húzni. Meg jöttek új túlok. Be tudod állítani, hogy melyik lámpa kapcsoló mit kapcsoljam. Pincékhez lehet lemenni, bunkereket berendezni. Ja, jó a muzsika. Elvileg van 10 cucc, amit el lehetne adni. Néha föl is kéne nézni.
Az elsőben voltak eventek különböző ünnepekkor, itt is remélem, hogy lesznek. Igen? Miféle eventek voltak? Nagyon jó. Plusz küldetése meg csomó DC-t velem. Aha, még nagyobb területre tudunk fújni. Vagy még gyorsabban tudunk takarítani. Azért már durva, hogy hogy fel van ez most fejlesztve. Szavaztok már 7 órájában vagy a takarítás, de hogy is. 7 órájában max a stream megy. Két Orange House Slipper? Ahhoz elkötelezettnek kell lennem. Nagyon elkötelezettnek. Jó, azokat megvannak. Na. Na ez jó lesz, srácok. Hát ezt jól elszúrtam. Édes Istenem!
Change size. Oh. Yeah. Ja, igen, hogy többet tudunk vinni, illetve make it big, nagyobb területekre tudunk lerakni. Mész is, Onyx. Ja, hogy ez egy zene, aha. Jó. Ez megvan. Itt azt mondják, hogy fessük át. Csak fehér lehet, viszont akkor már kipróbáljuk ezt a másik festéket. Azt nézzétek! Ja, nem is azt kell festeni. Na nézzük. Very big. Igen, igen, ez VR-ban van, igen. Azért csak a izé hengert látod menni. Hát arra a két kockára kifogyott a festék. Ja, hogy egyébként van-e VR-ban? Jó kérdés. Nagyon jó kérdés, nem tudom. Csúj. De fura lett így. Hát de ők akartak ilyet. Szóval oké.
Nem, még nincs VR-ba. Egyesek szerint van terve, de nincs megerősítve. Ó. Oh. Szevasszumi. Több a bútor? Hát ezzel kapcsolatban, ezt nem vágom. Több az eszköz, az biztos. De hogy a bútor is több, az jó kérdés. Szervusz, jó Dajna! Aha! Mizus! Jöttem nézni, hogy akkor, ha ide költözöm, megcsináljuk a medencét. Igen, igen, és akkor innen fog menni a háttább stream. Na hát, most már csak be kell rendezzük, srácok. Kezdjük a könnyebbel. Én ezt amúgy így tenném. Semmiképp sem úgy, hogyha bejönnek az ajtón, akkor rögtön az lenne. Mert hogy fontos szabály a lakberendezésnél, hogy a hálószoba ajtaját, hogyha kinyitod, akkor ne közvetlenül az ágy látszódjon. Hát jó, most mondjuk így látszódni fog, de hogy nem közvetlen az ágy van előtted. Na hát egy világtérkép rögtön mindjárt felkerül. Ezt mindegyik szobát beelcseszted? Na az mondjuk elég király. Kár, hogy itt az árnyék az bágol.
kaparós ez a világtérkép? Nem. Nem. Éjjeli szekrény. Basszus. Hát akkor már inkább beljebb rakjuk az ágyat. Egynél. Kifejezetten tetszik eddig a game? Na, örülök, srácok. Aha. Nem elég volt ilyen hotel renovátoros is hasonló játékmenettel, ne azt nem vágom. Én az egyet és a DLC-t is imádtam, feleségemmel együtt oltuk. Be van, kóp. Na, szóval ide akarom ezt tenni. Hülye kapcsoló, amúgy meg. Hülye kapcsoló. Hát, én nem tudom miért akarnak tükröt, de... Tessék. Nem villanykapcsolót akar... mondtam. Minden esetre hülye villanykapcsoló. Na, és akkor a klasszikus gyertya is kell ugye a szobába. Az a sima jó lesz. Oda tesszük, oda. Mondjuk a... Az úgy kéne, hogy... Ez így lesz. Hát ez... Mondjuk a lámpa kapcsolónak is valahol itt kéne lennie. Mit tudom én, akkor legyen így. Na. Hali, milyen a game Pentium 4-en elfutna? Jó kérdés. Hát, az a helyzet, hogy 100%-on van kihasználva a videókártya. Úgyhogy, nagyon jó a kérdés. Az a piros, az nekem túl vad. Micsoda?
Mit mondtam viccből? Amúgy. Ja, nem, ott van, bal fölül, 100%-os kihasználtság. De mindez úgy, hogy ez a max grafika, és 100% a 120 FPS-hez. Szóval, hogy... Az ott nem jó. Na, valahogy így. És akkor egy tükör? Hát nem tudom, nekem ez az elrendezés fura, de... De oké, mármint hogy én inkább ide raktam volna. Viszont akkor ugye nem lett volna tükör. De a tükröt rakat... Tudom már mi kell ide. Amúgy is megnézi magát a hálószobába. Nagyon jó. És... Ez bizony itt lesz. Így. Így. Kicsit furán megy amúgy a tükröződés, de... Amúgy ott lennék. Na, várjatok csak. Így né? Na mit szóltak, jó lesz? Ott a kezem, most látom. Várjál, ez milyen kéz? Mi az a kéz ott? Az nagyon creepy. Na. Jó. Nyilván csak poénkodunk, amúgy nem így raktam volna ezeket. Na, ez mondjuk tetszik amúgy. Lerakom előre, hogy tudjon, hogy mivel kell kalkulálni.
Csak mert itt így egybe vannak a dolgok. Jó. Ki lehet választani, hogy milyen ajta, mint hogy merről nyíljon, tök jó. Hát egyelőre veszünk egy ilyet, aztán max eladjuk. Na, szóval. Van nekünk egy olyanunk, hogy sütő. És van nekünk valami sarki cucc is. Ez mi? Ó, aha. Viszont ez biztos ide kéne tenni, nem? Engem is érdekel a játék, figyelembe veszi, hogy kényelmesebb a jobb oldalra a nyíló, mint a bal. Aha, igen, igen. Én nem tudtam, hogy ezt meg lehet cserélni. Fú, az nem tudom, mi lehet. Most így próbálom felfedezni, srácok, hogy mit, szó, hova kéne rakni. Például ez mi lehet? Gőzöm sincs. Ó, nice. Aha. Aha, na várjatok csak, szerintem az lesz, amúgy, hogy ez, hát megy oda. Vagy, tudjátok mit? A sütőbe megy balra, lesz egy ilyen elválasztó, és akkor jön ez. Így né, nagyon jó. Jó, tehát ezt el kell adni. Sajnos, mert hogy pont a másik oldalról nyíló hűtő kell nekünk ide. Na, szóval, hogy valami ilyesmi lesz, srácok. Igen, ez Tetris. De ez micsoda? Ja. Ezt oda szánták. Ó. Te zsír? Hát ez rohadt jó. Ez rohadt jó. Na, ez a sarok szekrényem úgy tök jó. Ez királyul van megoldva. Na. Semmire ráállva ki tudod nyitni még a hűtő felettit is. Na, örülök, hogy a konyhát sikerült berendezni. Oké. Okay. Azt mondja, hogy van még itt egy ilyen kávésgép.
Az igen, laptop. Ezt mondja, hogy kitaláljuk, hogy hova kéne tenni. Ezt hiányoltam, srácok. Office chair, az igen. Itt ezt nem szabad kérni, srácok, ezt az opciót. Azt nézzétek, és a House Flipperre játszik, hihetetlen. Na jó, szerintem amúgy ez ide fog jönni. Mondjuk ez az office chair, amúgy ez elég erős, de... Nem, jó. Ez mi is amúgy?
mindjárt adjuk. Ó, kávézós asztal. Értem. Hát akkor ez jöhet oda. Az dohányzó asztal, igen, igen. Azaz. Tessék, volond figura megy rá. Tessék. Még egy polc is kell. Jézus. Nem. Mondjuk fordítva. Fordítva nem megy rá. Na, zsír. Valami még hiányzik? Ó, a francba. Ó igen, és a végére srácok, mondom fekete. Mi van vele? Tehát mondom, hogy fekete. Aligátorbőr, majom, fekete. Jó. Na.
tenger felé. Jó. De csak már ennyire akartátok. Nagyszerű. Na hát ez volt az első olyan projekt, ahol nekünk kellett fullosan berendezni a kecot. Ilyen lett, srácok. Láthattátok, hogy milyen volt. Nagyon durva az átalakulás. Szerintem. $25,000 kapunk érte. Jaj, ez jó volt. Ez jó volt. Mario, ne hívogassál, vagy ki? Marino, igen, azt akartam mondani. Sleeping off the work you put in the house you flipped for me, huh? You deserve nem, some time to rest. It turned out great. You clearly have future in the house flipping business. And that's why I want to tell you about something. There's a site where you can look for rundown houses. Just buy them, do your magic, and put them on sale. I'm sure that with your work quality, you'll find buyers in no time. You did so well with the last house that I managed to sell it for way more than I expected. So, I want to share some of the profit with you. It should be enough for you to buy your own house to flip. If you want to, of course. Take care and good luck with your career. Eladtam, amit felújítottunk. Hoho. Na. Az Alligator Burler azért ott hagytad a kézét. Muszáj volt, srácok. Hát egyébként nem tudnák, hogy nem én voltam. Úgyhogy muszáj volt egy ilyet meglépni. Jaj, na jól van. Srácok. 4 óra house flipperezés. Nem semmi ez a játék. Értem már, hogy miért szeretik az emberek. Értem már, hogy miért tud kikapcsolni. Még annyira a mélységeiben nem tudtunk belemenni szerintem, hogy így nagyon lássátok, hogy miben másabb, főleg mivel nem a sandbox módot nyomtuk, hanem a story módot, de meglehetősen élveztem egyébként. Hát remélem, hogy ti is. Elég klassz. Elég klassz. Mondom, nekem kimaradt az első rész, úgyhogy azért is élveztem ennyire ezt a másodikat. Hát, amúgy meg az elején elmondtam, hogy bunkerek, pincék, amik így újak, lámpakapcsolót tudsz bizgetni például. A szinteket te határozod meg, hogy milyen nagy legyen a belmagasság például. Klónozni tudsz ugye ezzel az eladó eszközzel, stílust is például, tehát csomó mindenre rárakhattam volna. A fekete, aligátorbőrös majmot. Ja, ilyenek. 2,5 órát, és el is aludtatok rajta? Tehát ez amúgy meg tudom érteni, hogy ez a house flipperes volt, ez valószínűleg ilyen altató lesz. Beteszitek, és így... Azt alszatok. Tehát ez... De... Annak a jó oldal az az, hogy végigpereg a VOD, tehát valószínűleg sok lesz rajta majd a végignézés. Jó volt amúgy.